Üdvözlöm, Parajdi István vagyok, Murrahból köszöntöm Önt. Ingatlanokkal, ezen belül is főleg szállodákkal, panziókkal, illetve bérházakkal foglalkozunk, ez a szakterülete az irodánknak, és ezen a területen szeretném megosztani Önnel, Önökkel azt az információt, azt a sok év tapasztalatot, amit összegyűjtöttünk az évek során. Tanácsadásban, illetve az ingatlan közvetésben tudunk Önnek segíteni, és ezt a munkát segítendően készítettünk egy e-bookot, amely letölthető az ausztriaingatlanok.hu weboldalról. Javaslom ezt az e-bookot letölteni, elolvasni, akár kétszer is kinyomtatni, jegyzetelni, mert nagyon sok információ benne van. Megpróbáltunk minden lehető kérdésre választ adni, amit eddig az ügyfeleink felvetettek. Úgyhogy ez egy nagy segítség abban, hogy Ön ne nyúljon mellé, ne történjen, ne kövesse el élet egyik nagy hibáját vagy rossz döntését. Emellett persze van lehetőség arra is, hogy személyes tanácsadás keretében, ez egy óradíjas tevékenység, tudok Önnek segíteni abban, hogy egy megfelelő ingatlant kiválasszon, vagy a mi kínálatunkból, vagy más kínálatból. Ez egy új videósorozat, amit most indítunk, eddig főleg írásos hírlevelek mentek ki, de úgy látom, hogy videóban gyorsabb és egyszerűbb összefoglalni azt az információt, illetve egyszerűbb meghallgatni azt az információt és megnézni, amit egyébként meg hosszan oldalakon át írna le az ember. És hadd kezdjem ezt a videósorozatot egy egyszerű történettel, amit úgy érzem, hogy a Magyarország jövő ügyfeleim élőben sajnos elmondanak, hiszen én már jó ideje itt vagyok, és a híreket lehetőleg nem hallgatom, hogy ne roncsam el a mindennapjaimat. Egy egyszerű történet, hogyha fogunk egy békát és berakunk hideg vízbe egy lábosba, és elkezdünk melegíteni, akkor meg tudjuk főzni, mert fokozatosan hozzászokik a változáshoz, és nem ugrik ki a lábosból. Viszont, hogyha egy forró vízzel tett lábosba dobjuk bele, akkor azonnal kiugrik, mert a hirtelen hőmérséklet különbséget nem tudja elviselni. Én úgy érzem, valahol ez a lábos most Magyarország, és úgy érzem, hogy most a vállalkozók gyakorlatilag lassan főnek meg, csak egyszerűen megszokják mindig a kicsi változást, és a végén nem látják, hogy hova jutnak. Úgyhogy én ebben próbálok segíteni, hogy kiugorjanak ebből a fazékból, mert én attól félek, hogy ahogy nagyon sok barátom és ismerősömnél előfordult, hogy egy jól menő vállalkozása volt, sőt, nagy vagyont építettek fel, egy sikeres céget. Ma haza látogattam nem régen, és azt látom, hogy a legtöbb megszűnt, vagy ami legszomorúbb, sokan elszegényedtek, egész életük munkát elveszítették. Úgyhogy olyan alternatívát, egy olyan befektetési irányt fogok megmutatni, amelyet nem elméletben tudok, mint sok elméleti oktató, hanem magam élek és csinálom. Úgyhogy nézzük végig, hogy mik azok a szempontok, ami alapján én magam például döntöttem abban, hogy Ausztriába jöttem, és itt befektetésekkel kezdtem el foglalkozni, főleg ingatlannal. Biztosan nem sokan tudják Magyarországon, hogy nem csak otthonról jönnek el sokan, ahogy hallani, tehát keresnek külföldön jó lehetőségeket. Németországban is van egy kimondott erős kivándorlási láz, és ennek megfelelően hetente 2-3 olyan riport sorozat is van, illetve ilyen reality show van, ahol kiköltöző embereknek, ami körülbelül 100 000-re rúg Németországba évente, kiköltöző embereknek a pályáját, a karrierét mutatják be a világ minden részén. Én több száz ilyen riportot megnéztem, ezeket nagyon szeretem, mert mások életéből lehet tanulni, és magam összeállítottam ezen körülbelül 100 felvett riport alapján egy olyan 10-es listát, amit prioritásba kell tennem akkor, amikor valahova el akarok menni, befektetni, vagy lakni, tehát elköltözni. Az egyik ilyen nagyon fontos és alábecsült kritérium számomra a kultúra. Személyesen is beszéltem sok ilyen emberrel, és riportok százait láttam, akik elmentek egy teljesen más kultúrába. Például Távol-Keletre egy ismerősünk Tájföldre ment 2-szer fél évre, de egyszerűen a kultúrát nem tudta megszokni. Ugyanígy van, aki Afrikába, Dél-Afrikába megy, olcsón lehet élni, nagyon jó a környezet, tényleg egy más világ, de mindig az embernek más bőrszíne marad, és mindezeket összevéve azt látom, hogy mi európaiak, én legalábbis, mint magyar ember, főleg Európában tudom megtalálni a hasonló kultúrát, amilyen is tud fogadni, és amit én is be tudok fogadni, mert ugye nem csak az a lényeg, hogy én jól érzem ott magam, hanem hogy be is fogadjanak, hiszen ez a két dolog összefügg.
Ami érdekes, hogy ezek a nehézségek hol merülnek föl és hol nem. Nemrég Primostemmel beszélgettem egy étterem tulajdonosával, vagy pontosan bérlőjével, aki elmondta, hogy milyen módon nem fogadják be, és milyen módon nehézségeket támasztanak elé. Ő azt mondta talán szó szerint, hogy 100 évig kéne ott élni, akkor se fogadnák be a helyiek. Én bátran mondhatom, én Muróban élek, Ausztria közepén, Steyrországban, hogy ez Ausztriában másképp van. Sokan azt mondják a helyiek közül, hogy talán a monarchiának a reneszánszát éljük, vagy a monarchiának a nosztalgiája révén van az, hogy nagyon sok családnak nyilván vannak rokonai, kapcsolatai, nagynényi, nagybácsi, vagy nagypapa, bárki származik akár, tehát magyar származású. De a mindennapokban ez úgy nyilvánul meg, hogy az embert nagyon jól befogadják. Én magam egy nagyon jó kapcsolatrendszert tudtam kiépíteni rövid időt Ausztriában, és egy jó elismerést. De látok másoknál is, akik vállalkozást kezdenek. Most nyílt például egy kávézó, pontosan ma lesz a megnyitója itt Muróba. Hihetetlen, hogy milyen sokat segítenek a helyiek, és mennyire szeretettel vannak az új jövevény irányt. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha körülnézünk a környező országba például, sajnos ez régen is így volt, és most is ilyen intenzíven dolgozunk rajta, sehol nem szeretnek minket. Ebből azt gondolom elég jelentősen kivétel Ausztria, ahol nyilván nem a határon, ahol a Ne lopj magyar című tábla sok helyen talán kint van, hanem bent mondjuk Steyrországban kedvelik a magyarokat, és ezért nekünk könnyű beilleszkedni a kultúrába. A második pont, amit én nagyon kiemeltem magamnak, hiszen ezen nagyon sokan megbuknak, az a nyelv. És hát ugye ma sokan úgy indulnak el, hogy hát én beszélek angolul, vagy valamilyen szinten azt hiszem, hogy beszélek angolul, de ugyanakkor Ausztriában, ahol nehéz boldogulni. Ennek az egyik oka az, hogy nyilván itt sem beszélnek túl sokan angolul, és két gyengén angolul beszélő ember nagyjából egyáltalán nem érti meg egymást, de nem ez a fő probléma, az a fő probléma, hogy befogadni, emberileg befogadni, az csak a saját anyanyelvünkön hajlandók az emberek. Azt másképp, vagy más módon nem lehetséges. És ezért is döntöttünk úgy, hogy Ausztriába jöttünk, mert a német nyelv az, amit Európában a legtöbben beszélnek, egy 100 milliós nyelvről van szó, Németország, Ausztria, Svájc. Nyilván meg lehet volna egy horvát országot, hiszen az is felmerült, mint ötlet, hogy Horvátországba költözünk, mivel imádok vitorlázni, és az egész család szereti a tengert nyilván, de nyilván a horvát nyelv megtanulása az csak annyit segítene, mint a magyar nyelv, hogy az országon belül lehet használni sehol máshol. A harmadik nagyon fontos, amit ezekben a riportokból kiszűrtem, hogy a bürokrácia az hihetetlenül nagy a világ jó részén. Tehát ebben azt gondolom, hogy Európa elég egészen előre jár, és Ausztria meg különösen. Tehát akik ügyfeleim, én elég sokat segítek a bejelentéstől kezdve az átírásokon keresztül, engedélyek és minden egyébben, hihetetlenül meg vannak lepődve, hogy mennyire gyors az ügyintézés, és mennyire szolgáltatók azok, akiknek a megfelelő otthon a gáncsolók közé tartoznak. Úgyhogy azt gondolom, hogyha valaki úgy gondolja, hogy valamilyen külföldi befektetésbe gondolkozik, akkor Ausztriába a legkevesebb nehézségbe fog ütközni bürokrácia révén. Ugye Európa mindenütt beszélnek az Európai Unióról, beszélnek az egységes dolgokról, itt élik, tehát itt a fejekben benne van az, hogy EU. És nekem egy időben telt, mire megértettem, mert mindig úgy tettem fel egy kérdést, hogy nekem, mint magyarnak, és erről leszoktattak hamar, nincs ilyen, hogy nekem, mint magyarnak, azonos jogaim vannak az EU-n belül. Úgyhogy a bürokrácia, mondjuk a magyar jogosítvány honosítása is, amit ugye otthon x évente frissíteni kell, itt gond nélkül megadják a magyar alapján, nem kell frissíteni. A bejelentkezés, ha mondjuk lakcímet akarok, vagy kijelenteni akarok mondjuk egy bérlőt, 3 perc alatt megtörténik mindenféle bürokratikus dolog nélkül. A negyedik ilyen fontos szempont, amikor valahol elköltözik az ember, vagy valahol befektetni szeretne, hogy milyen arányban a jövedelem, tehát az átlagos jövedelem, és az átlagos költség, tehát a megélhetés költsége. Ugye nagyon sok területen, például a Tájföldre próbálkozó barátom mondta, hogy nagyon-nagyon olcsón meg lehet élni. Tényleg nagyon olcsón. Pár euró naponta, sőt egy étterembe elmegy, és $2 egy igazi kiváló ebédet, egy halas ebédet kap, vagy 2 euróból. Igen, ám csak a jövedelmek is ennek megfelelők, tehát a pénzkereseti lehetőség legyen az ember dolgozó, tehát alkalmazott legyen vállalkozó, ugyanilyen nehezek.
Úgyhogy megfelelő arányt kell, azt gondolom, megtalálni, és ami talán a leginkább jobb életszínvonalat jelent ennek a kettőnek az aránya, az itt Európán belül, és mondom a kultúrán belül, az mondjuk Ausztria, ahol azt gondolom, hogy átlagosan nagyon jól lehet élni, és az átlagos jövedelmek is nagyon jók és stabilak, tehát nem annyira érintette a válság, és nincsen gyakorlatilag munkanélkül, inkább a legtöbb szakterületen a jó szakemberből munkaerőhiány van. Aztán a következő az életminőség. Életszínvonal, ez sokan összekeverik, hogy az életszínvonal az, hogy milyen drága autóban ülök, és milyen drága házam van, és milyen drága jövedelmem. Az életminőség pedig az, hogy mennyit élvezek az életből, és mi az, amit használni tudok belőle. Én azt mondom, hogy az életminőség az egyik legjobb itt. Amikor gondolkoztunk a költözésen, akkor ugye az ember elmegy délre, hiszen szereti a napot, és azt gondolja, hogy a tengerpart milyen klassz lehet, és akkor Spanyolország, Horvátország, Olaszország végig nézése után rá kell jönni az embernek, hogy rendezetlen környezetbe, bepucolatlan házak között, tehát az egésznek nincs meg az összképe, nincsen meg a közbiztonság és minden egyéb. Ez az életminőség, ez a kép van egységes itt, és annyira jól működő Ausztriában, hogy nem tudok hozzá hasonlót. Talán Svájcot lehet esetleg említeni, de az megfizethetőségben, árban, és ráadásul a befogadásban, tehát nyilván egy svájci az másképp néz egy magyarra, mint egy osztrák. A másik nagyon fontos dolog, vagy most a hatodik pont nálam, az értékrend, és minden, ami az értékekkel összefügg. Ez alatt értem azt, hogy a tudásnak megvan a megfelelő érték, ami sajnos Magyarországon ugye leértékelődik, és a jövőben pedig tudatosan le is épül az oktatásban. Nagyon érdekes eset, hogy amikor itt Ausztriában bejelentkeztem állandó lakosként, akkor fura módon az történt, hogy kérdezték, milyen diplomám van, és hát mondtam, hogy én diplominzsinyör vagyok, tehát közlekedésmérnök, Műszaki Egyetemen végeztem, hogy hát akkor hozzam a diplomát. Mondom, hát miért, miköz ennek a bejelentéshez? Azért, mert Ausztriában a magisztertől fölfelé, a diplominzsinyörnek pláne, a névnek a része, tehát a bejelentett névnek a része, és gyakorlatilag, aki azóta megtudta, nagy tisztelettel herr diplominzsinyörnek szólít. Na, ez nem azt jelenti, hogy én feltétlenül én ilyen címeknek a mániásról lennék, erről szó sincs, eddig se érdekelt ezután se, hogy hogyan szólítanak. Viszont ez talán megmutatja azt, hogy a tudásnak, amit én nagy értéknek tartok, annak megvan a megfelelő helyes értéke. Úgyhogy ez az értékrend, ami persze a mindennapi életben sok helyen megnyilvánul. A mindennapi kommunikációban, a mindennapi tiszteletben, ez azt gondolom egy olyan, amit szívesen tanítok a gyerekeimnek, és én magam is ebben jól érzem magam. Egy hetedik nagyon fontos dolog a közbiztonság. Tehát láttam riportokat arról, hogy Dél-Afrikába költöztek ugyanúgy, mint én, mérnökök jó fizetésért, de 2 vagy 3 méteres fallal körülvett gettóban élnek. Most nem lehet tudni, hogy ugye ki a majomban, aki a ketrecen belül vagy kívül van. De ugyanez igaz távol-keleten, keleten, tehát nagyon sok országban. Én azt vettem észre, hogy Ausztriában egy rendkívül magas közbiztonság van, aminek persze a kultúrával is összefügg, mert nyilván egyes népcsoportok ide nem jutnak el a hegyek közé szerencsére, vagy még eddig. De a lényeg az, hogy a közbiztonság olyan magas, hogy ügyfeleim ezen is meg szoktak lepődni, hogy a kerékpárok kinn a carport, tehát az autóbeálló mellett lezáratlanul, vagy egy motorkerékpár rajta a sisakkal ki van téve, sokszor benne a kulcs, senki nem lopja el. Ez egy ilyen környék, tehát nyilván ez a nagyvárosokra nem vonatkozik, tehát ez főleg vidéken igaz, de azt gondolom, hogy ez nekem annyira megnyugvás, míg a harmadik kerületben az utcán vagy, gyakorlatilag minden házba betörtek már. Én nekem a saját érettségim alatt, amikor az érettségi ilyen ünnep volt, nem is emlékszem, hogy pontosan, pakolták ki a házunkat, tehát úgy értem a szüleink házát, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy különbség, hogy féllemben él az ember, vagy nem, akármennyi pénze van. Mint már említettem, én 8. pontnak odaírtam, hogy milyen környezetet látok, tehát egy rendezett környezet, nem véletlenül nincs itt parlagfű, amellett, hogy a magas hegyek között kevésbé él meg. Minden, nekem van egy szép házam, akkor a szomszédnak is szép, és minden rendezett, nincsenek szemét elszorva. Tehát az egész egy olyan érzés, hogy ezek után elmentem nemrég Olaszországba a fiammal, busszal mentünk le egy hajós útra,
És egyszerűen olyan rossz érzés volt 2-3 évi Ausztriában élés után, hogy egy gyönyörű villa mellett egy szemétdom, meg egy kibelezett autó, ami Ausztriában elképzelhetetlen. Tehát ez az egységes kép az, ami nyilván a külső, ugye nagyon jól tudjuk, hogy nagyon meghatározza a belsőt, tehát magyarul amit látunk, ahogy élünk, amit érzünk, az szerint működnek a gondolataink és érzelmeink. Mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván lehet egy irodaházban, vagy egy bányában jó pénzt keresni, csak nem tudja, hogy hol éljen le az ember az életét, és mi a környezet. A 9. pont azért nagyon érdekes, hogy miért döntöttünk így, az allergia. Tehát Magyarországon a család jó részének parlagfülallergia, nekem politikai allergiám volt, de mindenesetre a lényeg az, hogy ez gyakorlatilag elmúlt a gyerekeknek. Tehát fura dolog, hogy a 12 éves fiamtól, amikor megkérdeztem 2 évi kintlét után, hogy mi a legjobb itt, akkor azt mondta, hogy mert itt kapok levegőt, mármint a parlagfű probléma megszűnt. Úgyhogy az egészséges levegő, egészséges életmód, ez azért elég hosszú kihatású dolog. Nem tudom, hogy sokan nem is gondolják, nem is tudják, hogy mennyi, statisztikailag mennyi a várható életkor közti különbség mondjuk Magyarországon és Ausztriában, és bárkit megkérdezek, ilyen 5-8 éveket mondanak, pedig a hivatalos statisztika szerint 20 év a különbség. Tehát ez úgy érdemes elgondolkozni, ez a 20 év, az alatt mi mindent lehet csinálni az élettel. Nyilván ez a levegőtől, a stressztől, a víztől, az élelmiszerektől, a mindennapi élettől is függ természetesen, és nyilván egy kiváló, és ez a 10. pont nálam, egy kiváló egészségügyi ellátástól. 47 évesen nyilván az ember nem érzi öregnek magát, én ráadásul mindig 20 évesnek érzem magam valami genetikai hibam révén, de a lényeg az, hogy nyilván az ember lesz idősebb, nyilván az ember gondolkozik azon, hogy a mai betegségekkel teli világban, hogyha rászorulok, akkor kapok-e megfelelő orvosi ellátást. Ehhez képest el lehet menni nyilván Magyarországon is egy orvoshoz, ezt a barátim nem javasolják érdekes módon, vagy el lehet menni Amerikába, vagy bárhol máshol, vagy Svájcba egy orvoshoz, ami hihetetlenül drága. Itt szintén megvan az árérték arány, egy jó egészségbiztosítás, ami megfizethető, gyakorlatilag a legjobb orvosi ellátást kapom Európában. Tehát ezt én úgy gondolom, nem is beszélve a nyugdíjról. Tehát úgy gondolom, az egészségügyi ellátás, a nyugdíj ellátás az, ami el kell gondolkoznunk, mert az egészségünk nem megy, a végtelenség, főleg a vállalkozóknak kell elgondolkozni, akik gyakorlatilag 7 nappal tévő stresszel tönkreteszik magukat. Úgyhogy 20 év különbségre nyilván rátesz az is, vagy hozzájárul az is, hogy jelentős és nagyon jó az egészségügyi ellátás. És ha úgy össze akarnám foglalni, főleg látva azt, hogy Európa most elég bizonytalan irányba halad, ugye mindenki otthon Magyarországon, mindenki a magyar politika és gazdaságban elfogadva, kicsit olyan dolog, mint hogyha egy Titanic hajón egy kis egérke szaladgál össze-vissza, és jaj, hogy mi lenne nekem a legjobb, az egész hajó elsüllyedhet, és el is süllyedt a Titanic, senki se hitte, de mégis így történt. Az EU-val is valami hasonló érdekes dolog van, hogy persze fontos nekünk magyaroknak, hogy mi van Magyarországon, de gyakorlatilag teljesen jelentéktelen az EU szempontjából. Viszont az EU-ban is nyilván egy komoly vihar van, és egy komoly probléma van. Ugye nem véletlen az, hogy egyre többen gondolkoznak, beszélnek arról, hogy mi lesz az euróval, az euró egyáltalán veszélyben van-e, ki fognak lépni a görögök, és így tovább. Nem érdemes belemenni a dologba, a lényeg az, hogy én úgy gondoltam, hogy ha Európában, hiszen ez a kultúránk az, amiben mi jól tudunk élni, megnézem, hogy hol van az a biztos sziget, hol van az a, ha jön egy cunami, akkor hol van az a magaslat, ahol biztonságban van a családom, és nyilván én is, akkor ez a magaslat, ez a biztonságos magaslat, ez Ausztria. Nem csak azért, mert az egyik legegészségesebb a gazdasági helyzete, nem csak azért, mert itt az emberek többsége becsülettel dolgozik, hanem az egész környezet, az egész egészségügyi dolgok, az egész energiaellátás, bármilyen területet nézhetnék, az egyik legjobb és legbiztonságosabb, tehát bármi történik Európában, valószínűleg Ausztriában a legkisebb hatása lesz. Itt is lesz hatása, nyilván. De például ennek az ingatlan válságnak itt igen-igen kicsi volt
hatása. Egy nagyon jó példa arra, hogy azt hiszem 2009-es vagy 10-es statisztika volt, hogy Magyarországon a Remax rendszer, amiben én is dolgoztam itt Ausztriában, Magyarországon az gyakorlatilag felszámolodott, tehát tönkrementek. Persze nyilván más rendszerekkel együtt is, de az ingatlanirodák többsége tönkrement. Itt a Remax abban az évben 40%-ot nőtt forgalmában. Tehát nem tudom, hogy sikerül összeosztani, hogy van ki előre vagy hátrafelé megy, ez nagy különbség. Úgyhogy ezt a magaslatot kínálom. És egyébként, amikor elgondolkozunk azon, hogy mit is kínálunk, mint ingatlanosok, vagy tanácsadók, én azt gondolom, hogy egy életminőséget kínálunk. Tehát amikor az ingatlan persze vele jár, és az ingatlan határozza meg ezt a környezetet, de egy életminőség, amit én kínálok, és ez, amit én azt gondolom, hogy itt élvezünk. Nézzük meg, hogy ha ebben a viharvert időszakban, ahol az Európai Unió maga se tudja, hogy merre menjen, és az euró, mint pénzembe való bizalom is megrendült világszerte, hogy mi az, ami megőrzi az értékét. Egyáltalán olyan gyors a változás, hogyha 50-100 évvel ezelőtt még minden olyan egyszerű és lassú volt, az utóbbi 10-20 évben, hogy felgyorsult az internet, és ez a gyorsulás ez nem szűnik meg, hanem egyre gyorsabb lesz, egyre őrültebb lesz ez a világváltozás. És mik azok az értékek, érdemes belefektetni, mik azok, amik megmaradnak, mik azok, amik spekuláció nélkül értékek maradnak, és azt gondolom, hogy ezek olyan erőforrások vagy eszközök, amelyek végesek. Tehát nyilván mindent le lehet másolni, nyilván lehetnek marha jó tippei a befektetési tanácsadóknak abban, hogy hú, most vegyünk szolár részvényeket, elmondanám, hogy most, amikor egy boom van a szolár piacon, akkor megy tönkre az első három legnagyobb német ilyen részvénytársaság, kettő már tönkre megy, meg kínaiak vásárolnak föl. Tehát minden olyan, ami reprodukálható, lemásolható, és a kínaiak megcsinálják, lemásolják mindent, a Mercedes az utolsó csavarig, az úgy gondolom, hogy nem véges, és az úgy gondolom, hogy bármikor lesz olcsóbb, és bármikor bővülhet a piac. Viszont vannak olyan véges erőforrások, amelyek mindenképpen végesek, és mindenképpen most is, és később is értéket fognak jelenteni. Én ebbe fektetek be, én ezt tartom jónak. Na nem az olajra gondolok nyilván, az olaj az nem ez, és nem is az energiaipar, mert azt gondolom, hogy abban is még nagyon nagy változások előtt állunk, ez se egy biztonságos dolog. Maga a tőzsde is egyébként egy kérdéses dolog, ha már befektetéssel foglalkozunk. Én jártam elég sok tőzsdei tanfolyamon, beletanultam a dologba, de nagyon érdekes dolog, hogy több százan voltunk egy tanfolyamon például Budapesten, és amikor elvégeztük, vagy a vége előtt, én ugye egy ilyen kicsit pragmatikus ember vagyok, én mindenki utána számolok, például lemodelleztük programozott kereskedéssel történelmi adatokon, és kiderült, hogy az egész tanított tananyag gyakorlatilag kamu volt. Tehát azok a kötési stratégiák, amiket tanítottak, azok egyszerűen statisztikailag nem működtek. Úgyhogy én is magam is kerestem nyilván aktívan azt, hogy mi az, ami egy valódi érték, és nem egy rövid távú tipp, hiszen nem most, hanem én szeretnék sokáig élni, tehát 40 év múlva is egy megélhetést fog jelenteni, anélkül, hogy hét nappal át éve kelljen vele dolgoznom, magyarul, hogy a tőke a pénz nekem dolgozzam. Úgyhogy ezeket kutattam, és Buffettet olvasva, Warren Buffett ugye időnként a legelső, aztán a második leggazdagabb ember a világon, mindig azt mondta, hogy csak abba fektes bele, amit úgy érzed, hogy érted is, hogy miről szól. Úgyhogy ezen, és egyébként soha nem tudják, hogy emiatt ki is vonult a tőzsdéről, mert túl sok zavaró tényező van. Ezért én magam is ezt a szelekciót hajtottam végre, és ha megnézzük, hogy mik azok a valóban értékes dolgok a világon, ami végesek, ráadásul egyre keresettebbek, hiszen nő a világ lakossága, drasztikusan nő, na nem Magyarországon nyilván, hát a történések azért a világban nem Magyarországon történnek, abból Magyarországon elég keveset lehet észrevenni, és drasztikusan nő, ezért megnéztem, mik azok, amikbe érdemes fektetni. És az egyik ilyen az egészséges élettér. Ez lehet olyan elméletinek tűnik, hogy van nagyon elvon dolog, nem erről szó, ez az, ahol vagyunk. Itt vagyunk Muraba sípája aljánál egyébként, ahol a tehenek kolompolnak és legelésznek. Én ezt nem az egészséges élettérnek, ahol az egyik legegészségesebb a csapból kijövő ivóvíz, ahol a levegő egészséges, ahol a környezet egészséges, ahol nincsenek peszticidekkel és egyéb vegyszerekkel elszennyezve a talaj, és megsorolhatnám. És azt gondolom, hogy ez az élettér, ez véges. És ez az élettér az, ami most viszonylag elérhető áron még megszerezhető,
Ez az élettér az, amit mi kínálunk Ausztriában. Nyilván összekötve egy befektetéssel, egy megélhetéssel, de én biztos vagyok benne, hogy ahogy 500 évvel ezelőtt mondjuk állt az a panzió, amit például én magam vettem meg, 200 év múlva is állni fog. És nagyon érdekes dolgot vettem észre, nemrég voltam Hallstattban megnézni két szállodát, hogy fölvegyük a kínálatunkba, és tele volt kínaiakkal. Tehát én az űrális volt, nem is értettem elsőre. Rajzonak ki a kínaiak, egyszerű trükk történt, csináltak egy Hallstatt másolatot Kínában, és most a tömegek jönnek megnézni az eredetit. Nagyon-nagyon zseniális marketing trükk. De a lényeg az, hogy ezen egészséges élettér, ami az orosz, az arab, nemrég jártam Dubájban feleségem születésnapi kívánságaként, nincs életterük. Tehát azt mondják, hogy azért vannak egész nap, vagy a nap jó részét a bent ebbe a shopping mallokba, ebbe a világ legnagyobb 1200-es shopping mallába, mert kint nem lehet megmaradni a levegőn, nem bírják elviselni, ha meleg van, vagy Kínában, ahol mutatják, hogy maszkba járnak az emberek, és nem lehet látni a toronyházak tetejét. Apropó, én se láttam a tetejét Dubájban, a legmagasabb, világ legmagasabb épületének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az az élettér, ahol közbiztonsággal, szabad levegőn, jól érzem magam, fölfrissülök, kirándulhatok, és jól érzem magam, és hosszú életet biztosít. Ez az élettér az, ami véges. Ez jó részt Európában, például itt Ausztriában, illetve Svájcban is nyilván, csak már most sem megfizethető. Úgyhogy az egyik ilyen fontos dolog az egészséges élettér. Én azt gondolom, hogyha valaki itt ingatlanba fektet, nyilván meg kell nézni, hogy milyen ingatlanba, tehát nem egy rossz ingatlan, vagy nem egy rossz ingatlanba, között is van is jó is rossz is, tehát nyilván ez a feladatunk, hogy ebben segítsünk. De az egészséges élettér az, ami azt gondolom, hogy egyre inkább fel fog értékelődni. A lakosság nő, hát évente, vagy nem tudom hány évente, majdnem annyival nő a lakosság, mint amely egész Magyarország, vagy egész, vagy fél Európa. Tehát brutálisan nő, hihetetlenül nő a lakosság, és nyilván a milliómosok száma több már, mint a magyar teljes lakosság. Őknek előbb-utóbb eljön az igényük arra, hogy egészségesen éljenek, ne egy maszkba, egy drága terepjáróban, egy kínai nagyvárosban egy fertőzött vizet kelljen inniuk, és ezt kelljen belélegezniük. Nyilván nagyon fontos véges erőforrás a víz. Az hihetetlen, hogy milyen tiszta és milyen bőséges víz áll rendelkezésre. Például itt Muraban, de Ausztria szerte egyébként jó részt, nem mindenütt egyébként. Szóval ezek az előnyöket a figyelembe veszem, azon a legértékesebb Ausztria. És az ingatlan árak meglepő módon még, nyilván akkor kell dönteni, és akkor kell befektetni, amikor még jók az árak. Persze sokan ügyfélre találkozom, akinek 20 évvel ezelőtt beszéltünk, vagy 10 évvel ezelőtt beszéltünk valamiről, ami nem ügyfél ismerős, és azt mondta, hogy jó, hát persze, hát ő szerinte nem, de utólag, amikor fölértékelődtek azok a dolgok, amiről beszélünk, azt mondta, ó, hát milyen jó lett volna akkor vásárolni. Na, nekem nem mondja senki, hogy nem szóltam. Most szólok. Úgy gondolom, hogy a véges erőforrások között egyik legértékesebb az egészséges élettér, és ez maga az egész Ausztria. Persze vannak más tippek is azért, hogy ne csak egy sínen mozogjunk. Az egyik ilyen érdekes tipp, amiben én magam is fektetek, tehát megint nem valami idegen dologra akarok beszélni, például ilyen az ezüst. Tehát én azt látom, hogy abba érdemes fektetni, azt is végig gondolni, ami logikai úton. Nem, hogy valakinek a tipje, hogy ötlete, hogy hú, most az Apple föl fog menni, mert kijön az új, nem tudom, iPad-je, vagy valami új csoda szerkezete, vagy le fog menni, mert meghalt az alapítója. Tehát én nem erre gondolok, hogy ilyen rövid távú tippek, hanem hogy logikailag kiszámolható. Tehát egyszerűen logikus, hogy az élettér föl fog értékelődni. Lehet, hogy nem jön el az az időszak, amikor háborúzni fognak mondjuk a vízért, amiről sokan vizionálnak már, de azt gondolom, hogy matematikailag nem tud más történni. Ugyanígy a másik érdekes dolog például az ezüst, ha már más véges erőforrásról beszélünk. Én azt tartam most több helyen is, hogy például az arany, amiben sokan akarnak fektetni, mert azt hiszik, hogy ez a biztonságos kikötője úgymond a tőkének, hogyha pénzzel gond van. Az aranynak körülbelül a 20%-át bányázták ki eddig a felelhető készletet, legalábbis ezt becsülik szakemberek, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy még a jó része az hozzáférhető, illetve az arany, az főleg befektetési célú kevésbé az iparban. De az ezüst az, most még nagyon olcsó, tényleg nagyon olcsó, ugyanakkor már több mint a 60%-át kibányáztak az ezüst készleteknek, és gyakorlatilag minden egyes kütyűben, telefonban, bármiben szükség van az ezüstre, és nélkülözhetetlen nyersanyag.
Tehát nem csak mint befektetési eszköz, hanem mint matematikai kiszámolatlan véges és sokkal hamarabb elfogyó dologról van szó, ami nélkülözhetetlen. Ezért ma sokan már azt gondolják, hogy előbb-utóbb, ez lehet, nem egy év alatt, sőt biztos nem egy év alatt következik be, hanem lehet, hogy 10-15 évben, ami nekem még nyilván egy érdekes, sőt nagyon fontos időszak, meg fogja előzni, el fogja érni, és meg fogja előzni az aranyat. Ez is egy matematikai dolog, ebben sem kell hinni, ebben sem kell arra figyelni, valami nagyon okos jós megmondja, hanem az a fontos, hogy megértsük, ahogy Buffett mondja, hogy mi a logikája annak, és egy kikerülhetetlen, ahogy nyilván kikerülhetetlen az, hogy nyugdíjrendszer össze fog omlani, mert matematikailag nem tud más tenni. Tehát nem történhet más, nem lehet hinni úgy gondolom a csodákban. Úgyhogy nyilván az ősnek van egy hátrány, nincs egy folyamatos hozama, amely azt jelenti, hogy gyakorlatilag veszek egy kilós aranyrudat, mondjuk 710 euró a mai árfolyam éppen, ugyanakkor 20 évre lehet, hogy be kell raknom egy páncélszekrénybe, és közben nincsen hozama, akkor lehet, hogy persze 50-szeresét fog érni, tehát ma 800 euróban nem tudok venni egy autót, akkor lehet, hogy egy mint egy kiló aranyból ma egy luxusautót fogok tudni venni. Ezt majd meghozza a jövő, de azt gondolom az ingatlanok azon nagyon nagy előnye, hogy folyamatos hozamot is hoz. És valahol én soha nem tudtam megérteni, pláne amikor még Budapesten laktunk, de utána is magára egyszer-egyszer visszamegyek, hogy miért van az, hogy emberek 30 milliós Mercedes szerepjáróba ülnek, szívják a smogot, látszik rajtuk a homlokuk, tiszta ráncos, idegesek, telefonálnak, stresszbe vannak, betolakodnak egymás elé, és ebben megy el a napjuk, az életük, holott valószínűleg, ha 30 milliós terepjárója van, akkor pénze is van bőveg. Miért nem élnek értelmesen? Én ezt választottam, és ezt kínálom önnek. Ebben tudok nagyon nagy segítséget nyújtani. Úgyhogy a videósorozatot én azt mondom, hogy érdemes figyelni, nézze meg rendszeresen, dőljön hátra. A tévét is sokat nézzük, ami nem sokat használ, csak a gyomoridegnek. Ezt érdemes megnézni. Én összefoglaltam ebben a fő kérdéseket. Először is lesz egy rész majd a befektetésekről általában, a pénzről. Én azt gondolom, hogy ma nem az a befektető, akinek befektetni való pénze van, hanem aki ért hozzá. Én erről szedem össze a tudásomat, amit lehet elhinni, nem hinni, vagy lehet egyetérteni, nem egyetérteni, de egy szempont lesz, ami hasznos lehet az ön számára is. Van egy videó, amit arról készítettem, hogy az ingatlan közvetítés folyamata hogyan megy Ausztriában, illetve ingatlan vásárlás, közvetítés hogyan működik, hogy azok a különbséget jobban megértsük, mint mondjuk, ami Magyarországon van. Lesz egy következő videó, aminek az a cím, hogy vegyünk panziót Ausztriában, milyenek a folyamatai, milyen buktatói, nyilván ezt lehet jól és rosszul csinálni, mint mindent. Én azt mondom, hogy jól érdemes, ha az ember befektet. Ennek mi a módja, milyen a kifutása, az egésznek milyen koncepciója van üzleti terv szintjén. Ezek után következik majd egy videó, hogy adjunk bérbe egy ilyen panziót, amit megvásároltunk. A bérbeadás mindkét oldalát meg fogjuk nézni. A bérbeadó és a bérbevő oldaláról, mik a hátrányok, előnyök, mire kell figyelni. A következő videó lesz egy ilyen általános üzleti terv készítés, aminek az a lényege, hogy sok példával, konkrét számokkal nézzük meg, majd a videóban elő fog tudni egyre gyakrabban, engem roppantul tud bosszantani, hogy valaki megtervezi a nyaralását, megtervezi a hétvégéjét, vagy megtervezi, hogy elmegy pecázni, és még minden kell ahhoz. Ugyanakkor nem csinál egy tisztességes üzleti tervet élet egyik nagy beruházásáról, befektetéséről, vagy a megtakarított család megtakarított pénzét be akarja fektetni, és nem készít hozzá egy komoly üzleti tervet. Na, erről az üzleti tervről egyre több ilyen videóban lesz szó, mikre kell odafigyelni. Nem egy bonyolult dolog, egyáltalán nem ördöngős, de tudás nélkül nyilván hozzáállni, egyáltalán kihagyni, nem megcsinálni, az gondolom egy vétek befektetés esetén. Ugye erről fognak szólni a videók, ez egy ilyen beköszöntő akart lenni. A célom az, hogy minél több információt át tudjak adni, hogy minél több olyan gondolkodású partnerrel tudjak együttműködni, ahogy én is gondolkozom, és azokat az értékeket tudjam bemutatni, amit még kínálunk. Persze ingatlan formájában, de amit még kínálunk, az egy életminőség, egy biztonság, egy egészség, egy jó érzés. És ezt szívesen megosztom önnel. További szép napot!